Szofi valami oknál fogva mindig ilyen nagyon korán kell. 5 óra, 6 óra környékén mindig föl szokott kelni. Remélem, hogy ez majd meg fog változni. És kicsivel tovább fog aludni valamikor, hogy legalább hagyjon bennünket egy picit. Ja igen, és közkívánatra egy újra visszatérő szereplő. Jó reggel. Jaj, Gabi, ezt újra kell venni. Jó reggel. Ja, gyors, megisszuk a reggeli kávénkat, utána 10 órakor van egy találkozom egy ügyféllel, illetve egy lehetséges ügyfél és ismerős egyben, de majd részleteket később tudok elárulni. Véget ért a találkozó, közben lejöttünk ide a Marospartra egy picit ejtőzni, így vasárnap délután. Hát az a helyzet, hogy ennek az ügyfélnek, ennek az ismerősömnek van egy webshopja. És az a baj, hogy annak idején, mikor létrehozták ezt a webshopot, egy rossz döntést hoztak, ugyanis egy olyan tárhelyszolgáltatót választottak tárhelyül, aki nem a legmegfelelőbb, illetve nagyon gyenge tárhelyet biztosított a webshopoknak. Na most ezek a webshopok, ezek sokkal erőigényesebbek, több memóriát, több erőforrást igényelnek, mint egy sima, átlagos weboldal, amin csak van egy-két oldal, ilyen bemutatkozó szöveg meg kép. Mert ugyebár itt ugye az emberek bejelentkeznek, kosárba rakják a dolgaikat, lemondják a rendeléseket, szóval kicsit komplexebb van mindenkinek ugye saját profilja, és így tovább, és így tovább. És hát most oda jutottunk, hogy a webshop egyáltalán nem működik. Ergo az ügyfél nem keres pénzt. És ez lehet ez a legszarabb szituáció, amikor az ügyfél nem keres pénzt, illetve az ügyfél weboldala nem keres pénzt. És hát most ezt próbáljuk orvosolni, amilyen gyorsan csak lehet, csak az a baj, hogy sokkal időigényesebb, mint azt az ember gondolná. Most nem vagy benne, most benne vagy. Igen, benne vagyunk a cégkódexben, Szofi, látod? Szofi! Felvételt készítette Sági Gabriella. Tudsz integetni, integess a nézőknek, hogy sziasztok! Integessél. Úgy olyan ügyesen integetsz, hogy csak. Na, tegnap már megmutattuk, hogy hogy tudunk integetni. Integess ide is, Szofi. Puszit nem akarsz küldeni? Itt van a küldi. Hú, de meleg van. Majd ezt kisípolom, hagyjad. Itt egy meleg van. Aha. Üdvözlök mindenkit, kifejezetten Blue Foxot. Húha. Hát én most bénán integetett királynősen. Kifejezetten Blue Foxot. Ennek Blue Fox kifejezetten örülni fog. Remélem, hogyha igen, akkor nyomj már egy lájkot, léci. Hello, Tomi. Hi. Mi vagyok, nincs kora szökőkünk. Ezt a lónyárat is szálltak, hogy mi ez? Hát ez van. Lány lettél, Tomi, vagy mi van? Hol a viszki? Már is. Peti, hozunk egy viszkit? Nem szabad. Van viszki, kólám az nincs. Igen, üvegeztél, tehát itt sem nem szabad vezetni. Hát én nem is fogok vezetni. Hakkó. Te Gabi, itt a rollerod, ahol nem tudsz hazamenni? Kezdem úgy érezni magamat, mint egy ilyen üdülőfaluba. Meanwhile. Egy vlogos rémálma. Hát ez úgy volt, hogy rossz SD kártyát raktam a gépbe, ezért megtelt. Na de jó vlogosnál van mindig pót SD kártya, úgyhogy meg van mentve haza.
Egyébként ezt nem is mondtam még el nektek, hogy a tegnap előtti a vlogot ugye feltöltöttem, és a YouTube nem engedélyezte bizonyos eszközökön, hogy lejátszódjon a maga videó. Ez azért volt, mert ugye szerzői jog alatt álló zenét használtam a vloghoz, és nem harapták le a fejemet érte, hanem ilyen korlátozás alá vonták magát a videót, hogy nem lehet lejátszani például mobiltelefonon. Ilyenkor annyit tudsz csinálni, hogy vagy töröd a videót, és újra csinálod az egész vlogot egy új zenével, mert hát ugyebár amit megvágtál, a zenéhez passzol. Tehát a videó és a zene együtt adja ki az egész dolgot. És hogyha az egyik hiányzik belőle, akkor igazából értelmét veszti az egész film, vagy illetve az egész videó. Szóval én úgy döntöttem, hogy hagyom egyelőre, és írok a YouTube-nak ezzel kapcsolatban. Mert egyébként van egy ilyen lehetőséget, hogy írsz a YouTube-nak, hogy vegyék le ezt a korlátozást, mivel nem folytasz semmiféle olyan tevékenységet, amiből neked hasznot származik, úgymond anyagi hasznot származik. Meg hát meg kell kérni a szerzői jog tulajdonosától azt, hogy használhatod a zenét. Most mondjátok meg, nézzétek meg, mit csinálnak. Itt vagyunk lent a Marosparton, és gyűjtik a D-vitamint. Tico, 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 tico